Minden készen áll a vasárnapi választásokra, nyilatkozta Szekszárd jegyzője, dr. Gábor Ferenc, aki egyben a helyi választási iroda vezetője is. A megyei jogú városban található 39 szavazóhelyiségből 33 akadálymentesített. Péntekig összesen 374 darab átjelentkező és 354 darab mozgóurna kérelem érkezett be a választópolgároktól. A választási irodák berendezték a szavazóköröket, Szekszárdon összesen 39 szavazókör van. Hasonló berendezésekkel, mint ami itt látható, elhelyezték a kollégáim a szavazóhelyiségekben a szavazófülkéket, illetve a szavazóurnákat, berendezték az asztalokat, úgyhogy már csak a szavazás napján várjuk a szavazatszámláló bizottságokat és a választópolgárokat. A választási iroda és a szavazatszámláló bizottság tagjai is felkészültek, megfelelő szakismeretekkel rendelkeznek ahhoz, hogy a szavazást gond nélkül lebonyolítsák. A választás napján, tehát vasárnap délig van lehetőség mozgódnási igényt benyújtani. Ezt megtehetik a választópolgárok vagy a hivatalban, vagy pedig személyesen valaki útján beviszik a kérelmet a szavazókörbe. Ez az első olyan szavazás, ahol az országgyűlési választásokat egybe kötötték az országos népszavazással, így több szavazólap eredményeit is összesíteni kell. Hivatalos végeredmény a késő esti órákban várható.